A nyakas farm ma már fogalom nem csak Hajdúnánáson, hanem országos szinten is, hiszen a szakmai sajtó szerint hazánk legnagyobb tejtermelő szarvasmarha telepe volt 2018-ban. A 90-es évek közepén indult kis családi vállalkozás mára kinőtte magát, ahol az elmúlt évben 22 millió liter tejet termelt, több mint 2000 fejős tehén. Hogy összességében azonban milyen évet zárt a vállalkozás, arról már a tulajdonost, Nyakas Andrást kérdeztük. Azt mondom, hogy egy fele más év volt, akkor ez így igaz. Aki gazdálkodik, az tudja, hogy mi történt egész évben. Itt gondolok az időjárásra, de ha sorba akarom venni, akkor mi életünket, akkor azt mondom, hogy beruházásunkba megcsináltuk azokat a dolgokat, amikre pályáztunk, tehát elértük céljainkat, időben tökösen meg tudtuk csinálni. Áttenyésztés, megtermeltünk 22 millió liter tejet, az úgy gondolom, hogy magáért beszél, országos szinten is nem sokan vannak, akik többet termeltek, mint. Itt úgy gondolom, a köszönetet azoknak az embereknek, azoknak a munkatársaimnak, akik ezt előállították, hisz az áttenyésztés, és azt tudjuk, hogy milyen dolog, minden nap fel kell kelni, állatnak minden nap enni kell adni, ők részt vettek, nagy munka, úgy gondolom. De ettől függetlenül megcsináltuk. A gazdaság úgy tűnik elérte azt a nagyságrendet, ahonnan már nem gondolják a továbbfejlesztést, csupán a szinten tartást. Volt még két istálónk, amit meg kellett építeni, egy bornövelő és egy előkészítő istáló, ezt még be kellett fejeznünk, és így kerek, úgy gondolom, ez a telep kerek. 2-3 év múlva fiaim majd elgondolkoznak, hogy esetleg haladunk tovább, vagy nem haladunk tovább, de befejeztük az istálónak az építését. Ma 2000-nél több tehenünk van, növendékkel együtt egy 4500 dert szarvasmarhánk van. De most már tényleg azt mondom, hogy ez a csúcs egyelőre, tehát ezen a telepjeinken, ami most van, ezt meg tudjuk termelni, tehát ezzel csináljuk. Ezek az aranyos kis borjak alig néhány órája születtek, akiket szinte azonnal elvesznek az anyjuk mellől. Mi, laikus látogatók, aggódva kérdeztük, nem fognak vajon megfázni ebben a műanyag kutricában? Ma már más a technológia, mint nagyapáink idején volt, más a technológia, ezek tűrőképességük más a hostrendfíznek. Azt tudni kell, hogy mínusz 10 fokig a mi marhánk nagyon jól érzi magát, és plusz 30-ig. Plusz 30 fok felett nem tudunk vele mit csinálni, akkor elmegy a tejünk nyáron, tehát akkor vannak problémák. De mi erre is felkészültünk, ventilátorok vannak behelyezve, párasító van behelyezve, légbeejtők vannak csinálva, így tudjuk azt a magas színvonalat tartani. Visszatérve a kisborjóinkra, na most megszületik a kisborjó nyáron, azonnal, amikor az anyja felnyalja, mint hogy ez szakmailag van, akkor utána elkülönítőbe megyen nálunk, és egy ilyen kutyabox, hogy mindenki szerűségbe megyen, egyedileg elkerítve, télbe, nyárba, na most télen annyi van, hogy infralát esszük be, és felszárad, még teljesen felszárad, 3-4 óraszár ott van, de utána egyenesen megyen ki a szabad levegőre, egészséges, másabb lesz, mint hogy egy össze van, zárt csoportban van, és akkor összelédegzi egymás betegségek, jobban elkapják. Jól tűrik, nincsen vele gondunk semmi. Ekkora állatállománynak a mindennapi költséghatékony biztonságos takarmányozása megköveteli, hogy a gazda megtermelje a szükséges takarmányok nagy részét. Az áttenyésztésnek egy-két dolog van, amit meg kell termelni magának az ember. Siló, kukorica, ezt más nem tudja megtermelni, mi tudjuk megtermelni. Lucernát, szenást, rossz szenást, ezeket magunk meg tudjuk termelni, és erre is van alapozva nekünk tulajdonképpen. A árukukoricát azt tulajdonképpen mindegy, hogy megveszünk, vagy megtermeljük, és úgy visszük be, azzal nincsen gondunk különösebben, és nincsen még az egész kiegészítő dolgoknál, azt mindenkinek meg kell venni. Tehát 1800 hektár földön gazdálkodik a család, tulajdonképpen cégénk 1800 hektár földön gazdálkodnak. Ez arra mennyiségre tökéletesen elég, hogy most ezt, vagy még több jószágot is el tudnánk elvel tartani, de úgy állítsuk be a vetésforgóinkat mindent, hogy még napraforgott búzát el tudunk adni emellett, mert szükségünk van a vetésforgóra mindenféleképpen. Ezt a tevékenységet az elmúlt év nyárvégi, őszi rendkívüli aszályos időjárása alaposan átírta. Nagyon szépen indult a növénytermesztésbe az évünk.
jó eredményeket értünk el. Azt mondom, hogy augusztusig mindennel úgy részt meg tudtunk csinálni mindent úgy, hogy elég volt időbe. Hosszú évtizedes pályafutásom alatt, ami ott volt, ilyen tökéletesen nem készítünk elő az őszi munkálatoknak, sose. Sajnos az időjárás az nem jött, szárazság volt, elvetettünk 350 hektár rozsot, 100 hektár lucernát, 200 hektár búzát, sajnos két hónapig nem jött a eső, és majd most kezd kelegetni. Mag úgy gondolom, hogy a rozsnak a magja az beleszáradt, a búzában még van egy kis reményünk, hogy jó lesz. A lucerna az új szintén úgy gondolom, hogy már a magot meg is vettük, hogy tavasszal újra vessük. Át kell értékelnünk a növénytermesztésbe, mivel az ősz nem úgy sikerült, ahogy van. Át kell értékelnünk, megyünk tovább. A nagy gazdaságban ma már több mint 100 főt foglalkoztatnak a különböző területeken. Hál' Istennek kinőttük magunkat, és tudjuk tartani a szintet, ami nálunk elő van írva. A vállalkozásainknál 114 dolgozó van. Nem is mindig tudom pontosan, mert nem én veszem már fel minden munkatársamat, de az évvégi elszámolásoknál akkor jöttem rá, hogy 114 dolgozónk van. Nincs munkaerő hiány nálunk, ha esetleg elmegyen egy-két dolgozó, de nem nagyon szokott elmenni tőlünk dolgozó, akkor is tudjuk pótolni, hiszen a beruházó brigádunkban van olyan, hogy onnan tudjuk mindig pótolni, és akkor tehát tulajdonképpen állataink nem szenvednek hiányt. Egy ilyen nagy munkaterületen, ismerve az állattenyésztés mai korszerű technológiai rendszerét, feltétlenül szükséges az előrelátó, gondos tervezés és annak napias kivitelezése is, amiben nagy szerepe és felelőssége van a középvezetőknek és a tulajdonosnak is. Nálunk minden terv szerint működik, szinte óromű pontosággal kell ma már az állatokat etetni, hisz olyan technológiák vannak, számítógépen vannak programok, előre be van programozva az, hogy milyen spermát fogunk használni, párosítási terv alapján dolgozunk, tehát nagyon meg van ma szervezve, és mondom, itt csak egyedül a vezetőinkre tudunk támaszkodni, ha azok jók, akkor még ha nem minden emberünk szakképzett is a mezőgazdaság állatnézés irányába, akkor is el tudjuk látni, és én úgy gondolom, hogy munkatársaim jók, hisz mutassák az eredményeket is, próbálnak helytállni. Hát természetesen van mindig, akik hibázik, minden tökéletesen az újunk se egyforma, de úgy gondolom, hogy odafigyeléssel meg lehet oldani a feladatokat. Nekünk jó munkatársaink vannak, és mindig azt mondom, a vezető értekezete, és mindenütt vezetőknek kell helyén lenni. Először is a tulajdonosnak kell helyén lenni, aztán a vezetőnek kell mindenféleképpen olyan embernek lenni, hogy irányítsa. Aztán azt is elmondtam, hogy ha van két dolgozó, aki mondjuk nem vezető, mindig van egy tapasztalata benne, aki ott van, és az irányítson. Beszéljék meg egymás közt, milyen munkavégzés van, mit kell csinálni, és akkor, ha ez így megyen, akkor nem lehet gond. És azt is elmondtam, hogy mindig az évvégi értékelésünkkor, hogy álljunk meg egy pillanatra, és gondolj el mindenki, hogy megtette annak érdekében mindent, hogy a munkáját tökéletesen elvégezze, és ez naponta történjen meg, esetleg hetente történjen meg, hogy gondolja meg, hogy mit csináltam rosszul, és annak érdekében cselekedjen. A Nyakasfarmon köztudottan jól keresnek a munkások, ahol, mint megtudtuk, például az idei minimálbér és bérminimum emelése sem okoz fejtörést a gazdának. Nekünk nem jelent semmi problémát, még az sem jelent problémát, hogy itt túlóráról beszélnek, meg túlóraprotéktől beszélnek. Nálunk nincsen gond, az állatokat el kell látni, nálunk azt tudjuk, érezzük is, hogy a család ilyen szemléletű, hogy mindent meg kell tenni nekünk annak érdekében, hogy a dolgozó nálunk jól érezze magát. Ez meg kell mutatni, meg kell, hogy mutatkozzon a szociális utatásokban, bérben meg kell jutni, mi magasan felette vagyunk a keresettel annak, hisz egyébképpen, ha most pletykálni akarok, vagy nem akarok pletykálni, hozzá akarok szólni politikához, nem akarok hozzászólni, most tessék elgondolni, ha én nem fizetnék ki itt egy túlórát, vagy nem fizetni, 12 másodperc múlva itt se volna dolgozó. Tehát ki kell fizetni, mi a dolgozóinkat szeretnénk megfizetni, megbecsülni. Felhívtam ezt is a évvégi gyűlésünkön, hogy egyet kell tudomásul venni. Valahol mindenkinek dolgozni kell, valahol részt kell venni. Akkor nem mindegy, hogyha nálunk dolgozik, megbecsülve, úgy, hogy elő van írva. Az állattenyésztési és növénytermesztési ágazat mellett fontos a műhelymunka is, hiszen a telepen számtalan nagy teljesítményű, nagyértékű gép dolgozik,
amelyek nagy javítása, karbantartása leginkább a téli időszakban folyik. Teljes mértékben fel kell készülnünk a tavaszra, újraindítani, mint a növényeknek is, mint az embereknek is pihenni kell télen. A gépjeink pihennek, de mi szorúskodunk, minden gépet kijavítunk, lezsírozva, lekarbonadva, hogy azt úgy tudjuk tavasszal elkezdeni a munkát vele, hogy az tökéletes legyen. Javítunk. Nincs nálunk leállás idő, munkát tudunk adni télben, nyárban mindig a dolgozóinak. Ha egy cégnél jól mennek a dolgok, akkor van mit megmutatni kifelé is. Így van ez már nagyon régen a Nyakasfarmon is, ahol minden év megtermi a maga szakmai elismeréseit. Mi mindenféle kiáltáson képviseljük az egyesületünket és a Nyakasfarmot képviseljük. Ott voltunk Hódmezővásárhelyen, első díjas teheneink lettek, aztán a Farmer Expo-n, ott vagyunk minden évben, ahol partnerinket vendégül látjuk egy beszélgetésre, sőt ott volt megrendezve találkozó a kamarán belül az áthelyezés osztálynak is, ahol meghívtunk beszélgető vendégeket és a szakmai dolgokról beszéltünk. Itt is jó eredményeket érünk el, ez mutassa nekünk a díjaink is. Ez kötelező részünkről megmutatni magunkat mindenféleképpen. Szeretném megköszönni a munkatársaimnak az egész éves munkáját tavalyról, és az idén is ugyanilyen elvárásaim vannak mindenkivel szemben. Hajdun János lakóinak mindig is az agrárium biztosította megélhetésének nagyobbik részét. Ezt a hagyományt folytatja a Nyakas család, ahol van egy kiválóan működő gazdaság, egy előrelátó szakmailag hozzáértő gazda és munkatársi közösség, ahol évről évre növekvő értéket állítanak elő, ahol hitel nélkül gazdálkodnak, és ahol ma már több mint 100 család megélhetését biztosítják.